Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A szomatosztatin 4-es receptor és az endogén ligandum komplex szerkezetének előállításáról szeretnék beszélni. A szomatosztatin egy 14 aminosavból álló ciklikus neuropeptid, mely testszerte megtalálható és rendkívül divers hatásokkal bír. Ezeket a hatásokat 5 szomatosztatin receptor altípuson keresztül közvetíti. Megtalálható mind a központi, mind a perifériás idegrendszerben. Központi idegrendszeri elhelyezkedése vagy megtalálhatósága szerint jelentősége lehet pszichiátriai és depressziós betegségekben, a periférián pedig igazoltan gyulladáscsökkentő és analgetikus hatást közvetít, méghozzá endokrin hatásoktól mentesen, az SST4-es receptor altípuson keresztül. Kutatásaink célja az volt, hogy megalkossuk a szomatosztatin 4-es a receptor altípus és ennek endogén ligandjának, a szomatosztatinnak a komplexét, és a komplex megvizsgálásával azonosítsuk a szomatosztatin kötőhelyét és kötőmódját az SST4-es receptoron, és meghatározzuk azokat a target aminosavakat, amelyek részt vehetnek az endogén ligand kötésében. Mivel a szomatosztatin 4-es receptornak nem áll rendelkezésre az atomi felbontású szerkezete, ezért a targetet homológia modellezéssel kellett előállítanunk, és azon a kötőhely beazonosítása után a szomatosztatint fókuszál dokkolással szerettük volna a kötőhelyre dokkolni, és aztán meghatározni a kötésben résztvevő aminosavakat. A homológia modellezéshez, a templát kiválasztásához BLASTP keresőmodullal azonosítottuk a lehetséges szerkezeteket, melyek közül a total score és az identity százalék alapján választottuk ki az 5C1M PDB kódú aktív állapotú opioid receptornak a szerkezetét, melyre CLUSTAL-V algoritmus alkalmazásával szekvencia illesztést végeztünk. Modellerrel 10 homológia modellt generáltunk, és a legjobb dopeszkorral rendelkező modellel dolgoztunk tovább, amelyet minimalizálás és rövid dinamika után tudtunk használni. Itt látható a szekvencia illesztésnek a képe. Ugye a csillaggal jelölt aminosavak teljes egyezést mutatnak, a kettős ponttal jelölt aminosavaknál erős hasonlóság, míg a ponttal jelölt aminosavak esetén valamivel gyengébb hasonlóság mutatható ki. Az ábra másik felén pedig a szomatosztatin 4-es receptor homológia modelljét szuperponáltuk ugye a templátra, a műopioid receptorra. Ezután következett ugye a szomatosztatin kötőhelyének azonosítása az SST4-es receptoron. Ahogy azt már elmondtam, ez egy 14 aminosavból álló ciklikus peptid, a 3-as és a 14-es helyzetű ciszteink között egy diszulfid híd látható, és ez a 14 aminosavnyi peptid méret, ez viszonylag nagynak számít a dokkoló programoknak. Emiatt nem is tudtuk a teljes peptidet dokkolni, viszont az irodalomból jól ismert, hogy a ligand kötésben a 8-as triptofánnak és a 9-as lizinnek kritikus szerepe van, illetve ezt a régiót körülvevő béta hurok is nagyon fontos szerkezeti elem a megfelelő hatás és receptoraktiváció eléréséhez. Ezért kutatócsoportunk úgy döntött, hogy ezt a 4-es peptid fragmenst fogjuk dokkolni a receptor felületére, méghozzá blind docking módszerrel. Ehhez a kutatócsoportunk által kifejlesztett wrapper módszert használtuk, amelynek az a lényege, hogy a receptor teljes felületét egymás utáni dokkolási ciklusokban teljes mértékben beteríti a ligand kopikkal,
Jelen esetben 7 repperciklus játszódott le, és 74 darab fragmenst tudtunk dokkolni a receptor teljes felületére, és ezek közül az egyes ligand kopi, ami a legkisebb energiával kötődött a receptorhoz, ugyanoda kötött, ahova a J2156-os számú molekula, ami egy ismert és használt szomatosztatin 4-es receptor szuperagonista. Úgy gondoltuk, hogy ez lehet a kötőhely. Erre a fragmensre, illetve a fragmensnek a C-alfa atomjaira szuperponáltuk a szomatosztatin szerkezetét, de ahogy látható, komoly ütközések jöttek létre, valamint, hogyha közelebbről vizsgáltuk meg a fragmens helyzetét, akkor látható, hogy az irodalomból ismert és kötés és receptoraktiváció szempontjából fontos interakció az nem jött létre ebben az esetben, ugyanis a 9-es lizin és a 3-as transzmembrán régión lévő 90-es számú aszpartát között elvileg mutációs vizsgálatok szerint kölcsönhatásnak kell létrejönni. Tehát valószínűleg ez a pozíció egy prerekvizit kötőhely lehet. Ahhoz, hogy azonosítsuk a belső, úgynevezett belső és valódi kötőhelyet, molekuladinamikai módszert alkalmaztunk, és ennek során a fragmens az beljebb került, beljebb jutott a receptor belseje felé, ahol már ez a körülbelül 20 angströmnyi távolság a kérdéses két aminosav között 5,7 angströmnyire csökkent. És innentől kezdve, ugye itt is a szuperpozíció az komoly ütközéseket eredményezett a belső állapot esetén is, és emiatt tulajdonképpen beépítettük a kötőhelyre magát a ligandumot, ehhez pedig a homológia modellezést használtuk ismét, ám ebben az esetben a templát, az a receptor és a dokkolt fragmens szerkezete volt, és a cél szekvencia az pedig magának a komplexnek a szekvenciája volt. Itt látható a szekvencia illesztésnek az eredménye, amit nyilván manuálisan kellett azért korrigálni. Ez alapján, a szekvencia illesztés alapján szintén 10-10 modellt készítettünk, mind a belső, mind pedig a külső állapotra, amelyeket Chromax-szal minimalizáltunk, és meghatároztuk a ligand target közti kölcsönhatási energiát, és a legkisebb kölcsönhatási energiával rendelkező modellekkel dolgoztunk tovább. Ezeket dinamikai módszerekkel tovább vizsgáltuk. Itt látható a két belső állapotú komplex, illetve a külső és a belső állapotú komplexnek a szerkezete. Mindegyik kiválasztott modellel dinamikai futtatásokat végeztünk. Ezeknek egy része még folyamatban van, csak részeredményt tudok megmutatni. Itt látható, hogy egy belső állapotú kötőhelyből kiindulva a szomatosztatin eltávolodik, tehát megszakad ez a kölcsönhatás, de aztán vissza is tér, és újból ki fog alakulni. Itt eltávolodik, majd ismét vissza tér az eredeti állapotba. Meghatároztuk a legkisebb távolság esetén azokat a target aminosavakat, amelyek kevesebb, mint vagy maximum 3,5 angströmnyi távolságra vannak a ligandumtól, és itt azonosítottunk több olyan kulcs aminosavat, amelynek szerepe lehet a ligand kötődésben. Ugye az aszparaginsav 90-es, a glutamin 243-as, amit egyébként egyéb irodalom is leírt, hogy ligandum kötés szempontjából fontos lehet, illetve szintén az ASP 253-as, ami fontos szerepet játszhat
az endogén ligand kötődésében. Ugye ez kölcsönhatásban van az irodalomban is leírt 8-as triptofánnal, és ugye a 9-es lizin is érintett ezekben a kölcsönhatásokban. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy sikeresen előállítottuk a szomatosztatin 4-es receptor és a szomatosztatin által alkotott komplexet a ligand kötőhelyének és a target szekvenciájának ismeretében. Meghatároztuk azokat a target aminosavakat, amelyek részt vesznek az endogén ligand kötődésében. Céljaink továbbá, hogy pozitív és negatív ligandok kötési módját is meghatározzuk, illetve a többi szomatosztatin receptor altípus szomatosztatinnal alkotott komplexét is létrehozzuk, és ezeket összehasonlítjuk. Ezen ismeretek birtokában talán lehetőség nyílik target alapú, stabil és receptor szelektív, vagy receptor preferábilis szomatosztatin analógok fejlesztésére. Köszönöm szépen a figyelmüket, és munkatársaimnak a kutatásban nyújtott segítséget.